Sziasztok, itt állunk egy Toyota Yaris GRM-en mellett, amiben egy 1.8-as kompresszoros motor lapul. Ez gyárilag 209 vagy 212 lóerő, nem tudom, a németek azt hiszem máshogy mérik a lóerőt, és ezért lehet ez a kis eltérés. Azért esett, úgy, nem esett rá a választásom, egy 2008-as TS néztem én először, amit nagyon szerettem volna megvásárolni, az a 122 lóerős kis autó, és akkor megláttam ezt a használt autón, hogy hirdetik, és egyből szerelembe estem, úgymond, ha mondhatjuk ezt is. Hát városi használatra nem biztos, hogy érdemes egyébként megvásárolni, mert a futóműve az nem a magyar utakra lett tervezve, mert elég sportos és kemény futóművel rendelkezik, de így hétvégi használatra azt kell, hogy mondjam, hogy megfelelő kis csibészgép. Hát van mellette egy 1.5-ös TSM a 2001-es kasznival, és egy 1.3-as 2006-os kasznis Yarisom is van otthon, úgyhogy ezt csak úgy hétvégén veszem elő, hogyha ha nagyon, hát nem muszáj, de kicsit akarok gyorsabban is haladni az úton. 1135 kg az autónak a saját súlya. Ez a lóerő súlyarány eloszlás, ez elég jó érezhető is az autóba. Ugye van benne egy torzenspár, ami hatalmas találmány, én azt gondolom, mert a kanyarokban nagyon sokat számít, hogy nem csak az egyik kerék hajt, úgymond, tehát nem tud eldifferálni a dolog. Ez még első kerekes. Ez első kerekes, igen. 249 Nm. Kérdezték már tőlem egyébként, hogy ez egy sima Yaris, és csak felmatricáztam-e. Aztán mondtam a srácnak, hogy mondom, ez egy 1.5 hibrid, egy kis kipufogó variálással, meg stb. Dologgal, aztán nem tudom, hogy elhitte-e vagy sem. De hát azért, ha ránézünk, benézel a fékekhez, azért nem feltétlen kell érteni hozzá, hogy láss, hogy nem babakocsi fékek vannak rajt. Ja. Lematricáztam. Egyedül a felnit cseréltem le rajta, mert ez egy BBS kerékkel adják gyárilag, aminek elég húzós a lista ára, mint megtudtam, mert nem tudtak hozzá téli felnit adni a Toyotába. Tehát beírták a gépbe, hogy GRM-en felni, és azt az egyet dobtak ki, amivel gyárilag kiadták, aminek ilyen 500 ezer forint körül van darab ára, úgyhogy nem feltétlenül akarnám azt megpatkázni, vagy esetleg odaütni valahova. Úgyhogy azokat elraktam jó mélyre a garázsba leápolva, úgyhogy azzal nem lesz gond. Ami egy OZ almárka, MSV, ott is van rajta kupakon, hogy Design by OZ. Hát igazából nagyon sokat nem tudtam válogatni, az RT számot kellett variálni, mert a féknyerektől nem igazán tudsz sokat variálni rajta, mert sok hely nincsen. Úgyhogy először meg is rendeltük a gyári RT számával, és nem tudtam felrakni a sima alufelnit, mert sokkal vastagabb volt a küllő kialakítása, mint a gyári felné, úgyhogy kellett másikat rendelnem, mert csak ez ment föl rá. Féktárcsa is teljesen gyári, ezt így adták ki. Gyárilag hűtött mart, úgyhogy kicsit sajnos kinnál a csillagos ég alatt, úgyhogy kis rozsda van rajta, de az volt még egy érdekes sztori. Először hoztam föl Pestre kötelező szervizre, és kérdezte a munkafelvevő kollega, hogy nem-e sipolnak a fékek. Hát mondtam neki, mondom, de elmondom, amikor rányomok a fékre, akkor kicsit sipol, és akkor mondták, hát, hogy akkor fékbetétet kéne cserélni. Meglepő volt, mondjuk 15 ezer után féket kell cserélni, mert ugye 15 ezerenként van előírva a kötelező szerviz, olajcserével, stb. Ez is egy kicsit ilyen majdnem necces kategória, azt mondom. És 60 ezer volt a 4 betét előre. Úgyhogy az egy kicsit húzós. Lehet, hogy most tárcsát is kell már cserélnem a következőnél, lassan azt is elérem a 30 ezeret. Úgyhogy ezt bele se akarok gondolni még egyelőre, hogy az mennyibe fog kerülni rá. Hát nem tudom, hogy esetleg után gyártottat kipróbálni, de azban nagyon a gyárinak a híve vagyok, hogy így hagyom. Ezt így kitalálták a mérnökök, akkor ez így van rendjén. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy mi lesz. Ez 9 darab kilométer volt bent, tehát ez egy új autó volt, amikor elhoztam. Azt mondták, csak a Schillernél volt fönn itt Pesten, és azt mondták, hogy csak egy videót csináltak, ilyen bemutató videót csináltak a Toyotának róla, úgyhogy azért volt benne ez a 9 kilométer, ami benne volt. Most már, pont most léptem át 29 ezeret, amikor jöttem fölfele hozzád,
hogy lassan esedékes lesz a szárvizem. Nem bíztak a véletlenre, mert... Hú, várjátok, ez meleg. Látszik a limitált kiadás, Európában 400 darabot gyártottak, és az összes blokk meg van sorszámozva. A 10-es van itt, a 0-10-es van itt Magyarországon, meg ez. És a harmadikat sajnos még nem találtam meg. Nem tudni, hogy kié, úgyhogy ha ismertek valakit, aki ismer olyat, aki tudja, hogy kinek van, az nem volna rossz, hogyha meg lenne. Csak így érdekességképp, hogy azért annak a tulaja mit gondol róla. Tippek és trükkök, ja. Eszmecsere. Ja. Hát én úgy tudom, hogy a kompresszor az ott van a blokk alatt valahol, nem biztos, hogy innen látni fogjuk. Mert hogy alá kéne mászni az autónak, és egy szíhajt mindent, ami hát nem biztos, hogy egy jó megoldás. Ugye hát nem értek hozzá, asztalos vagyok, úgyhogy nem értek annyira ehhez a technikához. Használni jó, úgyhogy menni megy. Igazából jó kis autó. Az az egy probléma van, hogy Magyarországon ugye 3 darab találta meg belőle, és a szerelők sem nagyon tudnak mit kezdeni vele. Volt egy hibakód, kidobta a hibakódot az autó, és bevittem a szervizbe, és mondták, hogy hát most így ezt ők nem nagyon tudják megmondani, mert ugye nem tároltál a memóriájába az autó a hibát. Utána visszavittem, hogy olvassák ki újra, és akkor azt mondták, hogy a légtömegmérőt dobja vissza, úgyhogy ezt kicserélték, de nem oldotta meg a problémát. És ez eltelt 3 hónap, az alatt szerintem 5-6-szor vittem vissza, mire rájöttek, hogy az EQ-ját kéne újraírni. És ez most úgy néz ki, egyelőre megoldotta a problémát. Remélem, hogy sikerült megoldani, mert lassan kiugrok a garanciából, aztán 100 000 vagy 3 év. Hát a 100 000 még messze van, úgyhogy valószínűleg a 3 év fog érvénybe lépni majd. Más, csak ez az egy, ez az EQ programozás, más nagyon nem volt hibája az autónak. Tehát arra óckodtam még ugye, hogy a Toyotáknál ez, vagy hát elég sok autónál van ez, hogy amikor bezárod, akkor behajtja a visszapillantót. És télen kinn állt az autó, be volt fagyva, tiszta jég volt, és nem tudtam feloldani a jégoldóval, és hogy nem cseszi szét a mehatronikáját, vagy akármit benne, de nem. Nem, úgyhogy tökéletes az autó. Most már úgy néz ki. Gyorsan lekérdeztem azért az autót, srácok, ahogy szoktam, és kijött ez. Na jó, el ne higgyétek, csak viccelek. Természetesen ez jött ki, hiszen mit is várhattunk volna egy pár kilométeres első tulajos autótól. Igazából nincs vele semmi probléma. Jól látható, hogy mik történtek az autóval, tehát 2018-ban gyártották, karbantartás, karbantartás, karbantartások, és ennyi, ezt a tulaj is elmondta. Kilométer óra állás pedig, mint látható, a Toyota szépen vezeti végig, úgyhogy igazából teljesen korrekten lehet követni az autónak így az előéletét. Itt vannak az alapadatok is szokás szerint. De amit az előbb mutattam képet, az egy másik autóról szólt. Látjátok, akár egy ilyenbe is bele lehet futni. Egy elég durván letékázott Yarisba. Ennek is szépen van vezetve igazából az előélete, csak hát maga az előélet tartalma egy picit problémás. Látjátok, ez is nagyon szépen, ugyanolyan kilométerosztásokban volt szervizbe hordva. Viszont azért lett vele egy pici probléma, még Németországban. Majd utána bekerült a magyar kereskedelmi hálózatba. És eladásra bocsátották, természetesen nem így. De használt autón belefuthattok ebbe, úgyhogy srácok, ha netán autóvásárlás előtt álltok, vagy kíváncsiak vagytok az autótok előéletére, akkor tudom ajánlani a Car Verticalt, hogy ne érjen meglepetés. A csomagtere érdekes még, mert az a Yarisoknak elég nagy szokott lenni, de ebbe nem nagyon kell pakolni szerintem. Most itt van egy kis köcölleben, de nem vitték túlzásba. Mondjuk, ha ledöntem az üdést, akkor el lehet menni vele nyaralni, de... De miért a többinek nagyobb, vagy ez, hogy... Hát mi a 2008-as Yarisunkban 4 vagy 5 bőröndöt raktunk be a csomagtartójába, és lementünk vele az olaszokhoz nyaralni, úgyhogy... Ezzel nem biztos, hogy elmennék, mert lehet, hogy egy 4x5-re meg kéne tankolni, mire leérek. A fogyasztása az ilyen... Hát a nagyon vegyes az ilyen 9-8, ami nagyon vegyes. De hogyha mondjuk megyek pályán, akkor akár ilyen 12, még 13 is. Hogy ott rövid a váltó is 4000-nél forog, vagy 160-nál forog 4000-et. 6-os váltó van benne, ugye? Még azért lehetne benne egy 7-8-dik is. Gondolom manuál. Manuál, igen. Hát azért ez hiba lett volna kiadni automatával szerintem.
Vagy hát nem tudom most a mostani technikával, hogy... Nem is belőle, nem? Nem, nem. Ezt nem is tudod megvenni más, hogy semmilyen más felszereltség, más, hogy ez csak így van. Vagy hát most már nincs, mert ugye most már nem tudod megvenni, csak használtan. Néztem külföldi oldalon, valami 36 vagy 37 darab van eladó külföldön. Az osztrákoknál, meg nem is tudom még hol. Annó ezt, amikor elhoztuk, akkor volt 9 millió 500 ezer forint. A Toyota adott ki rá egy 500 ezer forintos kedvezményt, mert a gyári ára, vagy hát a gyári ára, az 10 millió 30 ezer forint volt. És akkor ezt úgymond leakciózták az 500 ezer forinttal. Nem tudom, hogy miért. Lehet, hogy csak azért, hogy vigyék el, vagy nem tudom. Az, hogy mennyire mennek, azt én nem nagyon tudom megmondani. A külföldi oldalakon ilyen, ahogy, hát ugye az euró, ahogy változik, ilyen 7 millió, 8 millió, nem is értem egyébként, ilyen 5-6 ezer kilométeresen. Ugyanannyi, vagy nem is. Lehet, hogyha elraknám a garázsba mondjuk egy 10 évre, ezt előveszem, lehet, hogy a dupláját is adják érte, úgyhogy nem tudom, hogy mennyit fog ez majd egyszer érni. Hát ez is egy ilyen kis szuvenír, ami más, mondjuk egy gyári sima Yarishoz nem biztos, hogy felvenni az ember. Vagy nem tudom, hogy csak a fanoknak. A találkozóra szigorúan. Ja, az mindenképp. Úgyhogy látszik a szponzorok, a GR. Nem tudom, a hátán van-e valami, ezt nem, megmondom őszintén, nem néztem még soha. Nem pornó videó lesz belőle, de van hozzá egy ilyen pólóm is, amin a VRC van rajta, nagy tesó. De ezt mind éget kaptad, vagy ez már különbet? Ez mindegyik külön vett, nem kapsz az autót semmit, ja, sajnos. Ja. Ja, én azt hittem, hogy ezt így adta a Toyota. Ja, persze, ja, igen. Ja. Nem, sajnos. Még a beltér, azt megnézhetjük, hogyha gondolod. Ha persze. Ez a Toyotának a gyári ülése, ugye direkt ez az autóhoz csinálták, mert az új Yarisba is, amit most adtak ki, abba se ez az ülés van, mert abba is volt szerencsém már ülni. De... Nagyon-nagyon kényelmes, nagyon nagyot tart deréknál is a kanyarokba. Nyugodtan ülj be, aztán próbáld ki, hogyha gondolod. Az óraszámlapon is látszik a GR felirat, tehát az is speciálisan ehhez az autóhoz készült. Meg ugye a kormányon is látszik a GR felirat. Aztán úgy nagyon másba egyébként nem tér el a széria Yarisnak a belterétől az autó, mert itt a műszerfalok ezek a... Nem is tudom, hogy ez műanyag egyáltalán, vagy valamilyen gumis dolog, az nagyon-nagyon hasonlít a széria Yarisnak a belsejéhez. Tehát csak az ülés, meg a kormány, ami meg az óraszámlapok, amik ilyen egyedi dolgok benne. Ahhoz képest, hogy három ajtós, ugye hátul is nagyon nagy hely van, mondták az ismerősök, én nem ülök hátul nyilván. Mondták az ismerősök, hogy nagyon nagy hely van be hátul is. Ez is kisebb a csomagtér. Hát valószínű, igen, hogy el lehessen férni be hátul. A felszereléshez hozzátartozik egy téli szerelék is. Elég sűrűn kell használni a sapkát hozzá a GR felirattal, ugye? Az igen. Ez kb. Mindig rajtam van, amikor benn vagyok az autóba. Sokszor el is felejtem levenni, aztán nem tudom, hogy miért van melegem. A gumi téma az megint egy nagyon jó kérdés, ugye ezeknél az autóknál, mert oké, hogy van egy jó futóműved, meg egy spered, de ha van egy szar gumid, azzal a nullán vagy kb. Én kipróbáltam egy Nankang NS2R-ra, azt hiszem, az utcai slick gumit. Hát meglepő egy sima nyári gumi után, hogy nagyon jó. Nagyon jók a gumik. Tehát be kell kicsit melegednie, mert hogy hidegen, ha mondjuk kiállsz a garázsba, az első kanyarba lehet, hogy el fogod dobni. Tehát azért kell egy kicsit melegíteni, mert ha melegíted, akkor bepuhul. Tehát szinte mint a vaj. Azt kell, hogy mondjam, olyan lesz. És azok brutálisak. Nyilván észszerű körülmények között teszteltem a gumit, nem... Tavaly volt tervbe, csak hát jött a vírus, úgyhogy nem nagyon sikerült. Idén reméljük, hogy már ugye a Toyota találkozóra is mentem volna a Kakucsra. Ott is azt hiszem, úgy tudom, hogy lehet menni a pályán. Csak hát oda se jutottunk el, mert ugye a vírus eltüntette a rendezvényt. Visszarakom a gumikat aztán, vagy még az van, hogy kipróbálom, azt mondják a Toyónak az R8 az jó, még az R888. Úgyhogy nem tudom majd, mert azért a pálya lehet, hogy egy kuka egy pályanap. Beszéltem egy sráccal, aki tesztelte ezt a Yariszt a Hungaroringen, azt hiszem azt mondta, és azt mondta, hogy oda kevés a sper.
most lehet, hogy egy autóversenyzőnek kevés, de ha én mint fölmegyek egy sima... De ezt mire? Hogy értve kevés a spár? Nem értettem én se különben, azt mondta, hogy a kevés benne a spár, lehet, hogy a kanyarban nem húzza ki eléggé, vagy kevés benne a lóerő, vagy... Tehát igazából ennek az autónak egy olyan pálya kellene, amiben nincs sok egyenes. Mert ugye 230-ra van beírva a speed limit gyárilag, tehát ott megáll az autó. Menne még egyébként, mert ugyanúgy húz 160-nál is, mint 100-nál, úgyhogy a kompresszor miatt. Erre egy kicsi ilyen kanyargós pálya kellene hozzá, hogy ki tudja élni magát. Úgyhogy a kakucsra szeretnék felmenni idén, hogy lesz rá lehetőség. De azért mégiscsak jobb ott menni, úgyhogy tudod, hogy nem lehet nagy baj belőle, maximum magadat károsítod, más azért nem. Az Achilles próbáljátok ki. Mert az egyik haveromnak volt egy kuprája, egy Seat kuprája, és neki ez az Achilles volt fönn. Az bemelegszik, benyomod, azt így bemarad az ujjad nyoma. Olyan puha lesz, mint az állat. Vitt vele, és az nagyon durva volt. Ez ugye erősebb is volt az autó, mint az én Yarisom, de nagyon jót fogott. Tehát ugye elsőben meg első az akkor kuka. Tehát akkor nem szabad. Hát ha lejár a garim, megmondom őszintén, nem vagyok ennek a nagy tuningolásoknak a híve. Meg hát kérdezték az elején tőlem, hogy nem elviszem el majd megiratni, meg ilyenek. De most, ha a szervizben nem tudják megmondani, hogy mi a baj az autónak, akkor ha elviszem iratni, ki fog érteni hozzá, hogy mit kell rajta írni, meg hogyan kell írni. Talán még a kipufogó lehetne variálni egy kicsit, de az elején, amikor elhoztam legelőször, akkor sokkal halkabb volt, mint most. Majd, ha gondolod, beindítom, azt megmutatom. Lehet, hogy kiégett belőle a gyapot, vagy valami ilyesmi, mert gyárilag nem volt ilyen hangos, mint most. Most se vészes, de most hangosabb sokkal, mint amikor elhoztam. Más nem szeretnék nagyon hozzányúlni igazából. A Kasznia sem olyan nagyon sokban eltérő, mint a gyári Yarisoknak. A hátulja az teljesen más, mert ugye a sima Yarisoknak csak van egy egyenes, és akkor itt valahol kijön a kipufogó. Ugye ez teljesen egyedileg van megcsinálva erre az autóra. Ami érdekesség még, hogyha alá tudsz videózni, középen jön a kipufogó, kimegy jobboldali hátsó kerékhez egy marha nagy dob, az a dob ott, az egy dob, és visszajön középre a kivezetés. Na ezt az egyet szerintem soha nem fogom megérteni, hogy miért. De hát ezt is a mérnökök kitalálták, úgyhogy biztos, hogy ennek így kell, hogy legyen. Ez ugye kapott egy szárnyat, ami nincs a Yarisokon. Aztán úgy nagyjából egyébként ennyi is, mert... Első lökös, ilyesmi? Az első lökös az annyiba más talán, hogy nincs rajta az a piros matrica, mert egyébként otthon áll édesanyukámnak a 2016-os, 7-es Yarisa, és kop ugyanez az eleje. Ezek a kis betétek, minden? Minden. Annyi, hogy ugye az teljes, totál egy címben van, és ezek krómok. Ez a két kis szemöldök, vagy nem tudom, minek hívjam ezt a két kis dolgot, de kop ugyanez az eleje. És aztán, amikor elhoztuk, akkor elvittem fóliáztatni az autót, tehát az egész autó. Itt látszik mondjuk a gyári fóliánál, hogy le van fóliázva, vagy átlátszó fóliával az egész autó. Aha. Ilyen kavics felverődés ellen. Úgy indult, hogy csak a motorháztető, a lökhárító, meg a két ív lesz. Aztán szét lesz. Meg ugye itt a tetőn van egy 20 centis csík, ugye így is föl tudja dobni a köveket, hogyha valami magasabb autó után megyek, meg azért elég alacsony az autó. Ugye azt hiszem, hogy 4 centivel van lejjebb, mint a széria. De ezt nem tudom megmondani pontosan. Aztán az lett a vége, hogy körbe lett fóliázva az egész autó, hogy a Tesco-ban nyissák neki az oldalának az ajtót, vagy hát neki tudják nyitni, csak ugye nem sérül. Megmondom az őszintét, hogy nem nagyon szeretnék tőle megválni. Még ha valaki ide jönne most, és azt mondaná, hogy azért a 15-öt, lehet, hogy azt mondanám neki, hogy szia, és nem adnám oda az autót. Nagyon tetszik, nagyon szeretem, élvezem vezetni az autót, úgyhogy nem tervezem eladni. És ha ide jönne valaki, és azt mondaná, tessék itt az új Yaris GL. Ez meg a másik érdekes dolog, amit most kérdeztél, hogyha ide jönnének és azt mondanák, hogy ideadják az új Yariszt egy az egybe, azt mondanám, hogy nem. Miért? És megmondom neked, hogy miért nem. Amikor vittek engem az új Yarisszal, akkor szembesültem vele, hogy a motorhang az csinálva van. És ezt meg is mondta a tulaj, hogy van csinálva, hogy a motortérben van egy mikrofon,
és a hangszórókon keresztül jön be a motorhang. Tehát ez nekem egy kicsit mások. Az tény és való, hogy ez a 261 vagy 268 lóerő az brutális, mert nagyon jót megy az autó, meg a futóműve is nagyon jó, de ez a hangcsinálás, ez nem tetszik. Ez nem tetszik egyáltalán. Terveztem, vettem egy 2x1-es 1.5 TS-t, hogy elmegyek vele szlalomozni, csak aztán hát ugye féket kell rávenni, futóművet kell alárakni, meg az ilyen apróságot meg kell csinálni rajta, aztán most már annyi pénzben van, hogy nem szeretném szétrombolni, úgyhogy úgyhogy erről már letettem. Majd egyszer talán, ha nagyon sok pénzem lesz, akkor újra átgondolom ezt a dolgot. Húha, hát ebben most nagyon belekérdeztem a 0-100-as értékbe. 5-4, talán, nem tudom. Én most mennyit vártam. Ez jó kérdés, téli gumi, meg azért az aszfalt sem meleg, úgyhogy nem tudom. Voltam gyorsuláson, Lacházán. Elfelejtem elkérni a papíromat visszafele, és utána visszamentem gyalog, és nem tudták odaadni, mert nem tudják, hogy melyik volt az enyém. De azt hiszem ilyen 14 valamit mentem, azt hiszem. Negyed mérföld, igen. Nem tudtam eldönteni, hogy kikapcsoljam a kipörgésgátlót, vagy ne. Mert ugye nem indulhattam a ragacsról, mert akkor nem volt még fönn az utcai szik. Még a simon gyárival voltam, azon meg Bridgestone volt, azt hiszem. Vagy a gyári felnél Bridgestone van, azt hiszem. És nem tudtam eldönteni, mert ugye, ha be van kapcsolva a kipörgésgátló, akkor elveszi. Viszont ha meg ki van kapcsolva, akkor meg folyamatosan kapar, és ugye a spár meg húzza előre. És ugye ezért nem tudom eldönteni, hogy melyik a jobb. Ezt akartam kérdezni, hogy nem forog le százig. Igen, az probléma. Egy váltásra hosszabb vagyok. Hát figyelj, most három személlyel 7,8. Uga. Szerintem nem forog le másodikba százig. Hát próbáld ki, nyugodtan állj meg. Ja. Nem, 96. Hát mondom. Basszus, tényleg nem. 96 így ment. Nézzük, mit sikerült most így. Ezt mind a kettőt megmérte amúgy most? Szerintem igen. Mert visszafele is jöttem. Meg kellett neki. 7-3 volt lefele. Visszafele milyen volt? Mert visszafele nem volt olyan jó. Visszafele 7,9. Ez konkrétan visszafele rosszabb volt, mint amikor 3-at ütünk benne. Ott mit történt? Elbasztam a rajtot szerintem. Tank egyébként mennyire van tele? Hát most tankoltam tele, hogy eljöttem. Hát az is számít. Az is számít. Nyilván a téli gumi az most, hát fene tudja, hogy most nem az jó, rossz. Vagy rossz. Nem tudom. Az lehet, hogy most pont jobb, nem tudom. Hát a Nankang az nem nyikkanik másodikba. Igen, azért az számít. Tehát most itt ne, ha a gyárit is meg felni is, ugye nem tudjuk, hogy ez most mennyire, ja. Mert nem a gyári, ugye. Vannak itt ilyen kérdések. Meg lehet, hogy nem 130 kilós emberre mérték a gyáriát se. az is benne van. Ja. Hát még egyszer kipróbálom. Nyugodtan. De 7-3 eddig a legjobb. De abban egy másodperc biztos bemarad a váltásomba. Abba biztos, de nagyon durván látszik. Úgy zavar, mi? Aha.
Na, 7-15. Ez így jelen pillanatban az na, de és amúgy az jó, az, de az látszik is a grafikonon amúgy. Igen? Sokkal jobb. A indulás az full egyenes. Aha. Az a váltás, az már full a váltás. És ez egy fél másodperc, simán. A nankon. Kell a nankon. Az is már mondjuk fél le van rúgva. De azért nem vagy annyira csalódott. Nem. Meg amúgy se gyorsulásra van ez a kocsi. Ja nem, hát persze, nem. ez egy élménypályautó. Aki tárti, az vegyen ilyet. Ezt összerakták a gyárba, én azt gondolom most is még. És így ez így jó, ahogy van. És a gumi nagyon sokat számít.